Ez a Hír 18, a jásság híradója 18 településről 18 órakor. Üzemlátogatás a JVV ZRT-nél. Általában a kereseti viszonyok lényegesen jobbak, magasabbak, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum. Lezajlottak a bizottság ülések Jászberényben. A költségvetés tervezetét az ülések zömében nagyobb viták nélkül elfogadták. Kosárlabda sportcsarnok és akár 1500 főt befogadó röpicsarnok is épülhet a következő években Jászberényben. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják, 18 településről 18 órától. Üdvözölte a túlmunka szabályozásának tavaly decemberben elfogadott változását a JVV ZRT vezetője. A városi cégnél február 6-án szerdán tartotta a képviselőtestületi üzembejárást. Orgosi Zsolt vezérigazgató a tájékoztatón elmondta, hogy a munkaerőhiány okozta nehézségeik kezelésének egyik lehetősége, hogy dolgozóik túlórát vállalnak. Az önként vállalt túlmunka éves keretének 400 órára emelése pedig jogszerű lehetőséget ad társaságuknak, hogy adott létszám mellett teljesíteni tudják a városüzemeltetési feladatokat. Az üzembejárás alkalmával a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Társaság kommunális ágazatáról kaphattak részletes tájékoztatást a képviselők. A hulladékszállítást és a városüzemeltetési feladatokat ellátó ágazat Jákóhalmi úti telephelyének bejárásakor Tóth Endre ágazatvezető kiemelte, hogy megfelelő számban állnak rendelkezésükre munkagépek, szállítójárművek és biztosított a működésükhez szükséges anyagi háttér is. A város polgármestere kiemelte, a cég dolgozóinak munkájával nap mint nap találkozhatnak a jászberényiek. És hát a jelentősége pedig egyértelmű. Az, amit a városban látunk minden szempontból megjelenés szintjén, kezdve az utaktól, folytatva a közterületekig, parkokig, hidakig, a sikosításmentesítéstől kezdve a város tisztaságért felelős feladatok, hulladékkal kapcsolatos feladatok, ezek mind ebbe az ágazatban, ennek az ágazatnak a működéséhez tartoznak. A napi működés biztosított, ugyanakkor a társaság tulajdonában lévő járműpark megújítására, a telephelyen pedig egy fedett kocsiszín megépítésére, valamint a jelenleg még földes, saras parkolók burkolására mindenképp szükség van. Problémát okoz a munkaerőhiány. Az ágazat 107 munkavállalója közül a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelése 97 dolgozót érintett. Rajtuk kívül a munkatársak 8-10%-os bérfejlesztésre számíthatnak. A kollégák sok esetben jelentős többletmunkát is végeznek a rendezvényekhez kapcsolódva sokan, vagy hajnali időszakban, éjszakai időszakban kell, és ennek is mindig az ellentételezését a jogszabályoknak felelően megtesszük. Tehát azért általában a kereseti viszonyok lényegesen jobbak, magasabbak, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum, de biztos, hogy kell még ezen javítanunk, hogy minél vonzóbbá tegyük ezt a területet, hiszen az is látható, hogy itt a térségben olyan munkaerő felszívó nagy cégek jelentek meg, amikkel nagyon nehezen tudjuk állni a versenyt, hát bízunk abban, hogy azért sikerül, és ebben a tulajdonos is segítségünkre van. A vezérigazgató tájékoztatása szerint segítséget jelent számukra a munkatörvénykönyvének tavaly decemberben elfogadott változása. A 400 órás önkéntes túlmunka lehetőségének biztosításával azoknak a dolgozóknak, akik ezt vállalják, a hétvégén, illetve a hajnali órákban is végeznek munkát. Számukra a plusz juttatást a következő havi elszámoláskor kifizetik. A kommunális ágazat vezetője elmondta, hogy egyre több munkát ad számukra a téli időszakban keletkező kátyúk foltozása. A hiba elhárításhoz segítséget nyújt a JVV ZRT tavaly beszerzett aszfaltburkolatjavító eszköze. Segítségével folyamatosan, még csapadékos időben is lehetőség van az útburkolati hibák javítására. Esős időben nehezebb elvégezni ezt a feladatot, hiszen száraz felületre ragad bele az aszfalt, de gyakorlatilag ez az infraszett készülék, ami van, ugye ez gyakorlatilag kifűti a vizet belőle, tehát télies időszakban is lehet végezni ezt a feladatot. Szereztünk be megfelelő hideg aszfaltot, amelyeket bele tudjuk dolgozni ezekbe a kátyúkba, téli időszakban is. Az ágazatvezető kérte a lakosságot, hogy amennyiben a városi utak hibáját észlelik, azt jelezzék a társaság felé. A burkolatjavításokat ütemezetten, folyamatosan elvégzik az elkövetkező hetekben. Jászberény képviselőtestületének bizottságai a város idei költségvetésének előkészítésén dolgoznak. Csütörtökön először a városüzemeltetési, majd a városfejlesztési bizottság vette napi rendjére a település 2019-es pénzügyi tervének tárgyalását. Az előterjesztéseket nagyobb vita nélkül elfogadták,
a bizottságok tagjai. Előzetesen mindkét bizottság véleményezte Jászberény középtávú vagyongazdálkodási tervét. Az önkormányzati bérlakások hasznosításának ugye előkerült mindkét bizottságban. A Városfejlesztési Bizottságban Turóczi György vetette fel, hogy a bérlemények hasznosításakor ne az ingatlanok értékesítésének lehetőségét vizsgálja a képviselőtestület, hanem az épület felújítását, korszerűsítését tervezze meg. Ezt követően továbbra is rászoruló családok számára volna hasznosítható bérlakásként az ingatlan. A polgármester elmondta, hogy az ingatlan értékesítésére csak egy lehetőség és nem határozott szándékként gondoltak. Mi meg azt gondoltuk, hogy azt a fajta lehetőséget is tartsuk fönn, és nyilván ez tovább döntés, akár döntéseket igényel, tehát nem egy automatizmus, hogyha valaki olyan módon tud akár pályázni, akár beruházni, vagy szándékozik önerőből is fejleszteni, hogy az csak magántulajdonon, tehát saját tulajdonon végezhető, vagy kívánja elvégezni, és egyik feltételekben meg tudunk úgy egyezni vele, hogy ez a városnak is hasznos legyen, akkor akár ez is lehessen egy módozata ennek az ingatlannak a hasznosításának. A költségvetést az előterjesztő képviseletében Hajna Nagy Gábor alpolgármester ajánlotta a résztvevők figyelmébe. A büdzsé fő összege 10,5 milliárd forint. Jászberényben mintegy 5 milliárd forintos fejlesztést szeretnének megvalósítani, illetve elindítani az elkövetkező évben. A Városüzemeltetési Bizottság ülésén Kis József, a pénzügyi iroda vezetője, megalapozott és biztonságos költségvetésként beszélt a tervezetről. Amikor pedig Ferencvári Csaba, a bizottság elnöke, állásfoglalást kért a testület tagjaitól, a bizottság 3-2 arányban fogadta el a költségvetési tervezetet. Harmadik napirendi pont előterjesztése Jászberényvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Az elnök dr. Szabó Tamás polgármesternek adta meg a szót, aki előterjesztőként kiemelte, hogy a költségvetés lehetőséget biztosít az önkormányzati dolgozók mintegy 11%-os bérfejlesztésére. Ehelyen is felhívta a figyelmet arra, hogy komoly infrastruktúrális és intézményi beruházási, fejlesztési terveket is magában foglal a tervezet. A bizottság elnöke rámutatott, 200 millió forintos saját kerettel gazdálkodhat a Városfejlesztési Bizottság 2019-ben. Saját keretünk is van, mint hogy a céltartalék minden bizottságnak, ez több mint 200 millió forintos keret, van benne egyéb infrastruktúra keret, amortizációs keret, körzeti keret, ugye ez a 10 körzetre 60 millió forint, lett egy új keret, ezt támogatásként fogja majd adni, amennyiben a ablakcserék megvalósulnak és az energetikai felújítás a Klapka György szakközépiskolában, akkor ezt akkor fogja odaadni a centrumnak a város, tehát a bizottságon keresztül. A költségvetésről nem alakult ki vita a bizottsági ülésen. Arról azonban megállapodtak, az év folyamán megvizsgálják, hogy a befejezett energetikai fejlesztéseknek milyen hatása volt a város közüzemi kiadásaira. Tervezetet végül egyöntetű szavazattal fogadták el. A Jászberény Városi Önkormányzat képviselőtestületének Humán Erőforrás Bizottsága is február 7-én tartotta soros ülését, ahol a legfőbb téma ugyancsak a 2019-es évi költségvetés volt, de a Jász Múzeum stratégiai tervének előterjesztése is napirendi pontok között szerepelt, ahogyan az óvoda intézményének éves munkaterve is. Köszönöm, négy igen szavazattal. Amilyen gördülékenyen zajlott a kora reggeli órában az ügy- és közrendi bizottság rendes nyílt ülése, úgy ment végbe Humán Erőforrás Bizottság találkozója is. Balog Donát a bizottság tagjának távollétében kezdődött meg a soros ülés csütörtök délután. A négy fővel is határozatképes bizottság, mint mindig a napirendi pontok elfogadásával kezdte meg ülését. Olyan szépen akkor a ülés napirendjét 7 napirendi ponttal akkor fogadjuk el. 4 igen egyhangú szavazattal a bizottság elfogadta. A négy igen egyhangú szavazat szinte végig kísérte az ülést. Dr. Szabó Tamás polgármester az idei évi költségvetési előterjesztést egészítette ki gondolataival. Azt gondolom, hogy általánosságban elmondható egyfelől, hogy egy alapos előkészítés után jutottunk ide, hogy egy előterjesztést be tudjuk nyújtani. Ez kezdődött a koncepció megalkotásával, folytatódott a különböző információk, kapcsolataink, partnereink, számozó adatok bekérésével, értékelésével, majd ezt követően az a belemzésen, akár a bevételi, akár a kiadási vonatkozásban, ugye el kellett
végezni. A polgármester elmondta, az idei évi költségvetési tervezetet is alapos felkészültség előzte meg, melynek során a legfontosabb szempontok között idén is a város fejlesztése, fejlődése kapott szerepet. A 2018-as 10 milliárdos költségvetésből összesen 48,5 millió forint jutott a Humán Erőforrás Bizottsághoz. A keret nagy része a sport és a kultúra fejlődését szolgálta, illetve ez adta a civil szervezetek pályázati keretét is. 2019-ben a tervezet szerint 6 millió forinttal bővül a bizottsághoz tartozó keret. Tavaly a Jászberényi Sportegyesület az önkormányzattól fő összegen külön kapott egy 8 millió forintnyi támogatást. Most viszont a Jászberényi Sportegyesületre szánt 6 millió forint a Humán Bizottság költségvetésében van. Így most akkor megint a Humán Erőforrás Bizottság a JSE szakosztályainak a kérelmeit, terveit külön fogja megtárgyalni. Jelentős változás tehát nem következett be a Humán Erőforrás Bizottságot érintő idei évi költségvetési tervezetébe. Nagy András elnök elmondta, még a szorosan is, de a tavalyi évben is sikerült jól beosztani a rendelkezésre álló összeget. Igyekeztünk gazdaságosan bánni az összeggel, tehát azok a tételek, amelyek pályázatok alapján kerültek odaítélésre, azokat a pályázatok elbírása során ítéltük oda, civil, kulturális, stb. Egy-két keret, mint az egyéb nem pályázati keretek összege, meg a diáksportkeret év közbeni pályázatokra kérésre is tudtunk adni. Ez valószínű most is így lesz. Tavaly jelentősebb elégedetlenség panasz nem érkezett hozzánk. Hát ez az esztendő ugyanennyi pénzből várhatóan megint nyugodtan, szépen, tervezhetően, gond nélkül el fog telni. Egyen gyerekek elhelyezése, szülők vélemény. Maratoni ülésen tárgyalta a 2019-es költségvetést Jászberény Város Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága. Az ülés jelentősebb szakaszában a város hosszabb távú vagyongazdálkodásáról esett szó, melyben prioritást kaptak a városi cégek beszámolói. Később szó esett a bérlakásrendszerről, illetve a nem hasznosított önkormányzati épületek jövőjéről is. A bizottság ülésének kevesebb, mint egyharmadában tárgyalta a 2019-es költségvetés tervezetét is. Itt felmerült a 30 000-es város koncepciója, illetve a 4 milliárdos hitelkeret kihasználtsága, majd az azt követő adósságteher súlya. Mi változott az, hogy ez az egész cél, mások lettek a célok, mások lettek a kiemelt célok. Kis József gazdasági iroda vezető a 27. költségvetését készítette elő Jászberénynek. Gondolatmenetében összefoglalta, hogy az eltelt 3 évtizedben sok minden megváltozott. Sokszorosára nőtt a költségvetés, a lakosságszám csökkent, és nagyon átalakultak a pénzügyi prioritások. Mindenképpen egy élhető várost kell látnunk, egy olyan várost, aminek megtartó ereje van. És hát azért ezt minden döntésünknél ezt figyelembe veszük, és próbálunk olyan döntéseket hozni, amik ebbe az irányba visznek mindent. Ez a városvezetés mindent átszövő fő koncepciója. Emelni a lakosság számot, itthon tartani a fiatalokat, ezért a városi vagyont, legyen az közmű, ingatlan vagy új beruházás, erősen fejleszteni kell, pláne, ha nem a bevándorló munkások betelepülésével akarja célját elérni Jászberény, mondta ezt Hajna Nagy Gábor alpolgármester nagyobb ívű eszmefutatásában. Mind a 4 milliárdos hitelkeretet kihasznál meg most polgármester úr, valami ilyesmit mondott, hogy csak 1 milliárd 200-500 millió környékét szeretne felhasználni, tehát a többit nem kívánja. Hát, milyen terhet jelenteni ez a városnak? Képviselői kérdésekkel folytatódott a 2019-es költségvetés tárgyalása, mint minden szakmai, így ez a bizottság is foglalkozott a városi büdzsé rávonatkoztatható részleteivel. Ilyen az imént említett, épített beruházásokhoz használható 4 milliárdos hitelkeret, melynek adósága meghatározza a városvezetés következő generációinak életét. Gyakorlatilag egy 940 millió forintot tudunk a saját forrásainkból a működésen felül bármire fordítani. Na majd ugye ez lesz az a kategória, ha nem lesz ennyi, akkor az annyi lesz, ha több lesz, akkor az lesz. De ez az a kategória, azért mondom, amiből majd esetleg a hiteltörlesztésként megjelenő kiadásokat a következő évtől már törleszteni kell. Az iroda vezető elmondta, hogy még 1+1 év áll rendelkezésre a teljes hitelkeret lehívására. Ha a teljes 4 milliárdos hitelkeretet használná fel az önkormányzat, akkor a tervezett 18 év alatt a tőke és a kamat kifizetése 240-270 millió forintos teher lehetne évente.
A jelenleg tervezett 1,4 milliárd forint hitelfelvétel adósságszolgálata 88 millió forintról indul évente, ami a pénzpiaci átalakulások alapján várhatóan 102 millióig emelkedhet. Mindemellett a költségvetést stabilnak és elfogadhatónak ítélte meg a bizottsági elnök. Mindenképpen stabilnak mondanám az idei évi költségvetést is, semmilyen eltúlzó vállalás van, eltúlzó dolog nincsen benne, ami nem tenni ezt a költségvetést stabillá. A saját munkánk, ugye, hogy visszatutalva a vagyongazdálkodásra, ugye itt van valamennyi növekedés ebben, amennyi összeget erre tudunk fordítani. Úgy gondolom, ezt az összeget még lehetne növelni, idén ennyi fér be, úgy néz ki a költségvetésbe. Három meghatározó összeg jellemzi a bizottság munkáját. A két városi cég 2019-es költségvetési támogatása, melyből a JVV ZRT 186 millióval, a Jász Kerület Nonprofit Kft. 185 millióval tervezheti az idei esztendőt, illetve a bizottság saját kerete, mely idén 220 millió forint. Ede József képviselő felvetésére a vitában hallhattunk a helyi médiák egyenlőtlen támogatásáról is, melyben a Jászkürt újság közel 15 millióval nagyobb városi forrásból dolgozhat, mint a Jászsági térségi tévé, mely így is csak az első fél évre kapott költségvetési forrást. A bizottság három igen és egy nem mellett elfogadta a városi költségvetés tervezetét. Kosárlabda sportcsarnok és akár 1500 főt befogadó röpicsarnok is épülhet a következő években Jászberényben. A sportcsarnok fejlesztések nem csak az élsportok gondjait oldanák meg, hanem a mindennapos testnevelésben és az amatőr sportoló közösségek elhelyezésében is nagy szerepet játszanának. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. A Jász Kerület Nonprofit Kft. Szervezésében megkezdődött a Jászberényi Dérini Rendezvényház galambmentesítése, illetve az eddig felhalmozódott galambbürüléktől történő megtisztítása. Jászkíséren elektromos töltővel ellátott parkolót építenek, és különleges ruhabemutatót rendeztek Jász Alsó-Szentgyörgyön. Rövid híreink következnek. Február 1-től megkezdődött a Dérini Rendezvényház galambmentesítése. Évek óta hatalmas problémát jelent mind egészségügyi, mind pedig esztétikai szempontból a galamb populáció elszaporodása. Gyakorlatilag a hétköznapokban, ha itt elsétáltunk, akkor folyamatosan találkozhattunk a galambok túlzott megjelenésével, túlzott létével, és ennek olyan negatív velejárói van, mint például ugye a galambok által okozott, ahogy fogalmaztam, esztétikai hatás, vagy a galamb ürülék jelenléte által. A rendezvényházra egy teljes körű galambok elleni védelmi eszközt helyeznek fel. Tüskék, elektromos rendszer és hálók felelnek a madarak távoltartásáért. Fontosnak tartom azt is elmondani, és büszke vagyok rá, hogy a Jász Kerület Nonprofit Kft. A szoros gazdálkodásnak köszönhetően ezt a beruházást saját erőből, likvid forrásból meg tudja valósítani. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy tényleg valós eredmény, ha a cég szempontjából nézem, illetve a város lakossága szempontjából nézem. Ezzel azt hiszem, hogy megint egy kicsit többek leszünk, fejlődtünk és szépültünk is a szó szoros értelmében. Az esztétikailag és egészségügyi szempontból is jelentős kivitelezés várhatóan február közepén ér véget, és 1,5 millió forintból valósul meg. A Zöld Város program pályázati keretéből nyert el Jászkísér 136 millió forintot az elmúlt évben. Az összeget a település főtere, a Kossuth tér megújítására költik. A projekt részeként új parkolókat is kialakítanak. A projekten belül pedig a posta mellett egy romos ingatlan megvásároltuk, elbontottuk, és ennek a helyén lesz egy 17 állós parkoló, aminek a természetesen lesz mozgáskorlátozott parkoló is, úgy, ahogy ez lennie kell, illetve ezen belül lesz kialakítva, megépítve egy elektromos töltőállomás is. A tervek szerint az elnyert támogatást még ebben az évben felhasználják. Őszre szeretnék befejezni a kivitelezési munkálatokat. A Jász Alsó-Szentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület falusi esték sorozatában a gömöri népviseletről és annak mai továbbéléséről volt szó. A népművészet mestere, Neszádeliné Kálai Mária csipkeverő, népi iparművész, szülőföldje a gömöri tájegység magyarországi részének, a putnoki járás lefedő területnek viseletét kutatja és dolgozza fel, alakítja át és gondolja új járuháiba.
Az előadáson az egyesület tagjai magukra is öltötték a különleges viseleteket, eredeti gömöri lányviselet, majd a kislányoktól a 60 éven felülieknek szánt népi ihletésű, de újra gondolt ruháiban mutatta be a gömöri viselet klasszikus szabásait, részleteit, törvényei Neszád Eliné. Kosárlabda sportcsarnok és akár 1500 főt befogadó röpi csarnok is épülhet a következő években Jászberényben. Előbbi kapcsán a térség legnagyobb vállalkozójának, Kassa Lajosnak van vállalt feladata a megvalósításban, de jelenleg mind a két beruházásnál a gazdaságos fenntartást vizsgálják. Sok fordulóta menetel a jékás az NB1-ben, jól megy a játék a kosaras fiúknak. De a röpis lányaink is kiválóan szerepelnek a nemzeti első osztályban. A csapatsportok közül kettő tartozik az országos élvonalba. Hogy évek óta folyik ugye, a sportcsarnok építésének a gondolata. Mostani állásról hallhatnánk valamit? Milyen stádiumban van ez a kérdés? Ugye nagy összegekről hallottunk, hogy 900 millió forint a kosárlabda szövetség részéről. Hol tart ez az ügy? A kérdés a vállalkozóknak bemutatott városi büdzsé bemutatása alkalmával merült fel. Hosszan várjuk, hogy elkészül, valószínű egyszer el fog készülni, de azért tudni kell azt, hogy túl lett méretezve a kosárlabda szövetség által, hogy egy nemzetközi csarnokot akartak, ami szerintem a városnak nem biztos, hogy kell. Kassa Lajos szerint ezt figyelembe kell venni akkor, amikor arra várunk, hogy ugyan mikor készül el az új jászberényi sportcsarnok. Jelenleg az építési költségek az egekben, és a TAU pénzek sem a tervezett mértékben érkeznek a beruházás kapcsán, mondta a nagyvállalkozó. A polgármester szerint a város jelenleg csak egy mellékszereplő ebben a projektben, így teljesen érthető, hogy a magánbefektető többször átgondolja a fenntartás és a későbbi üzemeltetés költségeit. Szerkesztőségünk értesülései szerint az áttervezés ötletéről a napokban egyeztetett a város, a befektető és a szövetség. Erőteljesen dolgozik az a kör, nyilván ebben megint benne van az önkormányzat, azon, hogy ha ez a verzió nem, akkor a város más pontján, más szervezéssel, más lebonyolítással, de egy ilyen csarnok, ami kifejezetten a kosárlabdát szolgálja, és a nézőszáma is olyan befogadóképessége, hogy az megfelel a kívánalmaknak, hogy egy ilyen létrejöjjön. Az ülésen az is elhangzott, hogy a röplabda klub szintén egy hasonló projekt megvalósításán dolgozik, főként az utánpótlás kinevelése érdekében. Pénteki napon írtam alá egy adásvételi előszerződést a VVZRT-vel, egy hektáros területnek a körülbelül egy hektáros területnek a megvételére. Ez körülbelül egy fél év múlva lesz aktuális. Szeretnénk megvásárolni ezt a területet. Addig is elindítanánk egy tervezési folyamatot, és szeretnénk ott egy olyan csarnokot építeni, ami a röplabda igényeknek teljes mértékben megfelel. Mindehhez hozzájárul az is, hogy a Magyar Röplabda Szövetség igényét fejezte ki a hasonló 1500 fő befogadására alkalmas főváros közeli csarnokok használatba vételére, ami szintén fontos tény a későbbi fenntartásban. A vállalkozói tájékoztatón és fórumon az is elhangzott, hogy a két csarnok építése nem csak a helyi sportrajongóknak lehet jó hír, hanem az iskoláknak és az amatőr sportoló közösségeknek is, hova tovább a városi turisztikának is jót tehet. Hamarosan kezdődik Fáma című kulturális magazinunk Banka Csabával és stúdió vendégével. Szerbusz Csaba, mivel készültél ma este a nézőknek? Köszönöm érdeklődésed. A járság legpatinásabb intézménye kétségtelenül a Herkültnek otthont adó Jász Múzeum. Tudták, hogy a gyűjtemény idén már megalapításának 145. évfordulóját ünnepelheti? A Hír 18 után kezdődő műsorunkban nem csak azt szeretnénk összefoglalni, hogy milyen programokkal készülnek a jeles évfordulóra, hanem azt is, hogy milyen fejlesztéseket indítanak a modernizáció érdekében. Várjuk Önöket! Köszönöm Csaba, most nézzük még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Üzemlátogatás a JVV ZRT-nél. Általában a kereseti viszonyok lényegesen jobbak, magasabbak, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum. Lezajlottak a bizottságülések Jászberényben. A költségvetés tervezetét az ülések zömében nagyobb viták nélkül elfogadták. Kosárlabda sportcsarnok és akár 1500 főt befogadó röpi csarnok is épülhet a következő években Jászberényben. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hiszen hamarosan kezdődik a Fáma. Vigyázzanak magukra és egymásra. Minden jót kívánok!
A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.